Jó néhány év kimaradás után ismét visszatér a kolozsvári Magyar Opera színpadára a társulat mindenkori sikerdarabja. Szirmai Albert mágnás miskája. A romlott úri virágot kifigurázó furfangos lovászfiú zenés története éppen az idén volt 100 éves. Ebből az alkalomból rendhagyó változatát viszi színre Béres László rendező, akit a csütörtöki bemutatót megelőző, igencsak sűrű próba folyamatról fogunk faggatni hamarosan. Addig is tekintsenek meg egy rövid összeállítást, melyben a próbák hangulatát igyekeztünk megidézni. Az opera társulatának egy olyan tagja, aki szinte soha nem kerül reflektorfénybe, színpadra, és mégis nélküle nem lehet létezni, nem lehet előkészíteni egy előadást. Ez a korrepetitor. Milyen munka ez számodra? A mágnás Miskával kapcsolatban nem volt nehéz dolgom, mivel a mágnás Miska zenéje nagyon fülbemászó, így mindenki nagyon hamar és könnyen megtanulta, még a színész kollégáknak is könnyű volt betanítani. Tényleg mi a feladata a korrepetitornak azon kívül, hogy ugye a próbákon sokszor ő helyettesíti a zenekart? A korrepetitor tanítja be az énekeseknek a szerepüket, és útbaigazítást ad, kijavítja őket, szöveget kijavítja, ha nem jól mondják a szöveget. A próba folyamatok során arra törekedtünk, hogy főként a nem lírai részeket ne énekeljék túl, hanem a szöveget nagyon jól mondják, és a szöveg mondani valóját közvetítsék maximálisan. Igen, és ezek a művészek, ugye sokan közülük már tapasztalt előadók, elfogadják a tanácsaidat? Szerintem igen.
Szereted ezt a munkát? Szeretem, igen. Béres László rendező a vendégem, szervusz László, Isten hozott. Szervusz, szeretettel üdvözlöm a tévénézőket. Hogyan készítettétek elő ennek a Mágnás Miskának a szövegváltozatát, és miben tér el a nálunk közismertől? Hát itt azt kell tudni, hogy az eredeti, a 100 éves változat, azt tulajdonképpen ugye 1916-ban a Bakonyi, Szirmai, illetve Gábor Andor féle szövegváltozat, az azért másabb, mint amit itt a kolozsvári közönség megszokott. Hiszen a kolozsvári közönség az 1949-ben született Keleti Márton által rendezett híres filmváltozat alapján működik. Ugye mindannyian ismerjük a Latabár fivérek csodálatos alakítását, és nyilván annyira frappáns alakítások sora van ott ebben az előadásban, hogy nagyon sok embert, nagyon sok rendezőt ez ihletett meg. De a kettő között azért gyökeres különbségek vannak, hiszen ha csak ilyesmit mondok, hogy az eredetiben nem létezik Mixi Pixi figurája. A közismert replikákat tulajdonképpen Korlát Gróf és az ott szereplő Gida fia mondják el, ugyanakkor pedig olyan szereplők is vannak, mint a Marica és Jella, itt a bejátszásban is láthattuk, amint ott próbálnak, akik meg a közismerté vált változatban nem szerepeltek. És így jutottam arra az elhatározásra a Tasnádi Sáhi Péter dramaturg barátommal együtt, hogy a 100 éves évfordulóra egy új szövegkönyvet készítünk, amelyben megőrizve a mindkét változat erőteljes és jól működő dramaturgiai pillanatait, meg replikáit, így születik egy újabb verzió. Az alapvető különbség azért a kettő között az az, hogy a Baracs az eredeti verzióban nem a vasútépítő mérnök, és nem oda van meghívva a kastélyba, hanem eleve már ott van, mint egyfajta ügyintéző, és így akkor róla ugye a Korláti Gróf-ék lánya, annak már hosszabb ideje van vele kapcsolata, és így kialakul egy szerelmi kapcsolat. De mögött tulajdonképpen társadalompolitikai dolgok is leledzenek, hiszen a Keleti Márton, ugye ne fejtsük el, 1949-ben készült a filmváltozat, ahol tulajdonképpen minden egyes alkalommal az akkori rendszer kicsit rányomta a bélyegét. És hát abban a verzióban ugye Baracs, mint vasútépítő mérnök, aki tulajdonképpen a proletár gyerekből avanzsál elő mérnöki intellektusá, és ebben meg különbözik, tehát a mi verziónk, hiszen mi ebben az értelemben visszatérünk ahhoz, hogy a Baracs már ott van a kastélyban, nem a vasútépítő mérnök. Kicsit azért megőriztük a mérnök vonalat, és így hát őt meghívják a kastélyba, mint áram, egy tulajdonképpen feltaláló, aki a napból áramot hoz, de mögött tulajdonképpen az van, és a darabnak a kiindulási pontja, hogy a társaság egy lovas derbire készülődik. És innentől kezdve picit az események más fordulatot vesznek. Mit feltételez ez a szövegváltozat a társulat részéről? Tehát mennyire sikerült mindezt meg is valósítani, meg ezért ez nem egy kényes vállalkozás? Dehogy nem. Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen a Mágnás Miskához nyúlni önmagában egy kényes vállalkozás, hiszen ugye itt azért évtizedeken keresztül játszották nagy sikerrel a kolozsvári Magyar Opera színpadán, úgyhogy mindenképpen minden rendezőnek ez egy komoly kihívás. Amúgy meg önmagában a Mágnás Miska ez egy nagyon sajátos operett. Azt gondolom, hogy az egyik legsajátosabb, hiszen picit eltér a klasszikus operett sémától. Tehát ha úgy tetszik, akkor ha most arra gondolunk, mint például ebben az értelemben klasszikus a Csárdás királynő, vagy a Cirkusz hercegnő, tehát ugye pár címet soroljak. Inkább valahol a Mágnás Miska a klasszikus operett és a zenés vígjáték között helyezkedik el, ami alapvetően nagyon erőteljes színészi játékot feltételez. Hiszen itt ebben a szövegben, ebben a darabban a nem csak szöveg komikum, hanem helyzet és karakterkomikum is egymás mellé tevődik. Tehát ebben az értelemben a színészektől egy komoly felkészültséget feltételez, hiszen az éneklés és a tánc mellett nagyon erőteljes színészi munka és szükséges. Így van. Közben nézem a felvételeket a hátad mögött, nagyon szép, most látom először, nagyon szép letisztult a díszlet, és így még jelmez nélkül is jól mutatnak a színpadon. Hát milyennek érzed a szereposztást?
erről beszél. Mennyire felelnek meg az énekesek, az operett színészek, ugye, az elvárások? Nagyon is. Én azt gondolom, hogy a szereposztás az teli találat. Ugye itt mindenkor, hiszen az opera azért, most ilyen idézőjelben mondom, egy nagy gyár, hiszen egy jó sikerült előadást több éven, vagy akár évtizedeken keresztül is játszanak. Épp ezért ez egy alapvető elvárás volt, hogy a főbb szólista szerepeket leduplázni. Itt tulajdonképpen a Marcsa, Miska, illetve Barac Róla szerepek le vannak duplázva, ami hát azért kézzel közön dupla munkát is jelent. De azt gondolom, hogy mindannyian úgy alakult a próba folyamat, és olyan irányba haladt, hogy azt látom, hogy mindannyian az elképzelésemet maximálisan teljesítik, és öröm velük dolgozni. És ők is jól érzik magukat ugye az egészben. Én bízom benne, hogy igen, meg hogy ez majd le fog jönni az eladásban is. Kik a segítőtársaid a darab színrevitelében? Tehát ez egyedül egy kicsit bizony. Ugye itt már említettem a Tasnádi Sáhi Péter dramaturgot, aki most is éppen itt van a próbafolyamat egy bizonyos szakaszában, és nagyon fontos, mert mondom, egy új szövegváltozat született, ami ennek kapcsán, és ahogy említettem, hogy a szövegben a dramaturgiai helyzetként egy lovas derbi van, itt tulajdonképpen visszakerültek olyan régi, most meg a közönség számára új dalok, amelyek az eredeti szövegváltozatban benne voltak, viszont a vasútépítő mérnök szál miatt azok kimaradtak, hiszen a lovas derbihez kötődik, Rólának van egy csodálatos Nyergelyhát című dala, amit most a közönség láthat, ugyanúgy a lovas derbi Barcs természetesen megnyeri, mint mindig, elnyeri a grófok elől, elviszi a pálmát, és babérkoszorút kap. Ugyanúgy van utána egy ilyen Bátorság és Nonchalance című nótája, amely tulajdonképpen az eredeti szöveg és szövegverzióban, tehát a Szirmai által komponált dalok ott vannak. Most ezeket Kulcsár Szabolcs karmesterrel együtt leporoltuk ezekről a dalokról a port, és újra láthatja a közönség. Sőt, még odáig merészkedtünk, hogy két új nóta is került bele, amelyek egy számomra fontos kiemelt szereplő, a nagymama szájából hangzanak el, de ezeknek a daloknak is az az érdekessége, hogy igazából már meglévő szirmai dalokat válogattunk Szabolcsal, és erre írt a dramaturg Tasnádi Sáhi Péter új szövegeket. A koreográfus, hát ő most már mondhatom, hogy régi munkatársam, Jakab Melinde, akinek a munkájára nagyon-nagyon számítottam, és számíthatok is, hiszen lendületes, dinamikus koreográfiákat hoz, meg amúgy mivel hogy a játék stílus egy picit hangsúlyosabban a mozgás irányába tevődik, ezért ebben is, tehát a színpadi mozgásban is nagyon sokat segített. Ugyanakkor ugye látható a díszlet, az meg egy ilyen egy stilizáltabb, tehát nem egy realista díszlet, ez Lőrinc Gyula nevéhez kötődik, és Igen, akartam mondani, hogy új szövegváltozat, ugye újfajta díszlet, újfajta koreográfia, tehát ez egy merész Mágnás Miska. Így van, és akkor hát utolsónak hagytam, de azért egy picit sem megvetendő a Ledenyák Andrea jelmezei. Hát arra nagyon kíváncsiak vagyunk. Az eladásban láthatók színpompás a világ, és tulajdonképpen ezáltal úgymond vissza is helyeztük a történéseket abba a korba, tehát a múlt század elejére, hiszen akkor íródott, ezáltal tulajdonképpen kortalanná válik a történet. És így egy kicsit ki lehet hangsúlyozni a szórakoztatás mögötti mondani valóját is, hiszen én azt gondolom, hogy mind a megírása pillanatában, 1916-ban, mind mondjuk, hogy az 1949-es filmváltozat esetében azért van bizonyos társadalom kritika is, amely elhangzik ezekben a darabokban. Tehát azt gondolom, hogy az operett nem csak szórakoztat, hanem ugyanakkor gondolatokkal is ébreszt. És hát akkor mikor láthatjuk? Hát most már nagyon rövidesen, október 13-án csütörtökön, este 7 órától. Tehát az itt van, pár nap múlva. Itt milyen hosszú előadásra készüljenek a nézők? Hát a szünettel együtt a 3 óra, és ezt azért mondom, hogy a 3 felvonásos darabot egy szünettel, 2 részben játszok. Kíváncsi vagyok a Ledenyák Andrea, mert most nem láthatjuk jelmezeire. Nagyon érdekesek, hiszen, mint mondtam, picit visszatér a kor irányába, ugyanakkor meg, mivel hogy én azt érzékelem, és egyébként, hogyha nézzük a Latamár fivérek alakítását is, akkor időnként egy kis groteszk, abszolút felhang is van, és picit a jelmezek is a klasszikus
korhű ruhákra rátevődnek időnként felnagyított kalapok, zsabók, legyezők, amelyek egy picit elrugaszkodnak azért mégiscsak ettől a kortól. Kíváncsi vagyok, hogy érzik magukban. Hát jó, láthatóan nagyon jól, tehát az énekesek, táncosok a színpadon, meg hogy fogadták ezt az egész új mágnás miskát? Nyilván az elején ugye kérdezted, tehát merész vállalkozás, és az első pillanatban, ameddig elfogadták azt, hogy ez azért egy másik történet. De mint mondom, ugye eleve új dalok kerülnek be, egy új dramaturgia. Onnantól, ahogy megértették... De volt egy kicsi ellenkezés az elején? Az első pillanatban hát inkább távolságtartás. Kíváncsisággal, egy olyan hideg kíváncsisággal, hogy akkor most ebből mi lesz, hiszen a szöveg maga, én azt gondolom, hogy egy nagyon egészséges kombináció az ős bemutató szövege és a konszakrált változat között, ugyanakkor meg valóban itt a szereplőknek is megvan mindegyiknek a módja, ahogyan beszél, ami már jellemzi a szereplőt. Picit eleváltabb, választékosabb, és én azt gondolom, hogy ez csak jót tesz az eladásnak. Csak én érzem így, vagy ez a variáns egy kicsit közelebb áll a színházhoz? Az a célom ezzel az adással, hogy azt mutassuk meg, hogy egyszerre tud szórakoztatni, és ugyanakkor meg mondani valója is van. Magyarán feltett szándékom, hogy a klasszikus operetthez szokott közönséget ne idegenítsük el ettől a műfajtól, ugyanakkor meg esetleg újabb közönségréteget is bevonni az eladás kapcsán. Magyarán egy mai nyelvezetbe helyezve, ami egyszerre élvezhető akár korosabb, akár meg fiatal korosztály számára. Az előadók élvezték azt, hogy erőteljesebb színészi játékot vársz el tőlük? Nyilván ez mindenki számára egy kihívás volt, hiszen elsősorban azt kértem tőlük, hogy egész pontosan, tehát menjünk a szöveg mélyére, tehát hogy időnként nagyon konkrét elemzések történtek, nem csak egy felületes szövegmondás, hanem hajszálpontos helyzetek, és ezek nyilván előbb letisztulnak, aztán utána pedig újból elkezdenek virulni, élni, amihez egy ilyen fordított, előbb egy lecsupaszított, majd aztán újból feldúsított játékot eredményez, ami egyszerre van egyfajta, igen, kicsit színházas megközelítés is, ugyanakkor meg azért azt gondolom, hogy látványában, poénjaiban azért közelít a klasszikus értelemben vett operett játszáshoz. Színészek is vannak a szereposztásban, jól látom? Igen, az egyik Baracs, ő Farkas Lórán, úgyhogy őt is láthatjuk a színpadon, de az alapvető cél az az volt, hogy lehetőleg az opera társulatából, és ugye itt ebben fiatalitások is történtek, hiszen a Miskák, Marcsák, ők megfiatalodtak, meg vannak olyanok, akik a régi szereposztásban egy más, ugye Hari Judit, aki valamikor Rolla volt, most pedig egy Marica grófnő. Milyen érdekes ez is, igen. Vagy ugyanúgy Székely Zselyke, aki ő maga is volt Marcsa, és itt meg Stefánia, a Korlát grófné szerepét alakítja. Tehát, hogy érdekes áthallások is, meg utóérzetek is vannak. És a színészeknek hogyan sikerül énekelni? Tehát azért tudják tartani a ritmust, a komoly... Igazából én azt is kértem a szólistáktól, hogy a nézőnek az legyen az érzete, hogy olyan színészek, akik fantasztikusan jól énekelnek. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon komoly színészi játék, ugyanakkor meg nyilván az operett, vagy az opera szólistáinak a fantasztikus énektudásával, és hát ez megfordított mondjuk Vargas Lóri esetében, ugye, aki meg otthonosabban mozog a színészi játék terén a színpadon, ugyanakkor ő meg nyilván meg kellett küzdenie, és megvívta maga harcát, és sikerrel vívta meg az ének terén. Na hát, még nem gratulálok, csak 13-án, tehát akkor 13-án este találkozunk az operában, ugye, Mágnás Miska. Így van, szeretettel várok mindenkit. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Kedves nézőink, beszélgetésünk végén tekintsenek meg egy újabb ízelítőt, a Mágnás Miska című operett egyik próbáján készült felvételünkből. Ezúttal a nagy színpadon történik, díszlettel, kellékekkel, de még teljes értékű jelmezek nélkül. Egyelőre azon igyekeztenek az urak és a hölgyek, hogy ez a Baracs meg ne nyerjen megint a derbit az orrunk elől. Ezt a versenyt nem fog.
fog elnyelni előbb. Nem bizony, ki kell dörzsölni a nyelvnek leszorítani a pályából. Kidőzsölni, leszorítani. Kit kell leszorítani? Oh,